Szavaztok, szép jó napot! Mindenkit nagyon nagy szeretettel üdvözlünk Szoki konyhájából. Érezzétek jó magatokat, ma is nálunk Somogyi Galuska, Somogyi Nokedli. Én azt gondolom, nagyon sokan ismeritek. Mi nagyon szeretjük, roppant mód egyszerű az elkészítése, mint sok egyéb ételnek, amit megmutatok. És tényleg pikpak ott van az asztalom, csodálatos, jó ízű, könnyen elkészíthető, laktató finomság. Amit láthattok a deszkán, mutatom, mondom az alapanyagokat, lisztet láthattok, csomós hagymát, zöld hagymát, ezt nem fontos beletenni, én nagyon kedvelem benne, hisz ennél az ételnél is mind ízeibe, mind színeibe nagyon jól fog kinézni. Vörös hagyma, fokhagyma, kolozsvári szalonna, füstölt csemege szalonna, tojás, tejföl, só, fekete bors, amit törni fogunk, piros paprika, édesnemes piros paprika, hát és ugye nem is kell mondanom semmit, zöld arany, petrezselyem, lényegében, amit láttok, ebből áll össze a recept, azonnal elkezdjük, és majd meglátjátok, tényleg egy nagyon csodálatos és finom ételt készítünk el. El is kezdhetünk dolgozni a füstölt szalonnával, és mielőtt még itt nagyon belemerültünk volna, levágtunk három szeletet, nagyon gyorsan betoltuk az arcunkba, nagyon kellemes, a vajpú a füstölt szalonna. Ajánlom ezeknek a megvételét, hiszen minden receptnél tényleg kijönnek ezek a füstölt és nagyon finom ízek. Na, nem pofázom sokat, egyszerűen annyi a történet. Körülbelül egy 10 deka szalonnával fogok dolgozni, 10-15 deka. Itt lehet változtatni rajta, nézzétek meg, gyönyörű szép rózsaszín. A végét levágom, odébb csúsztatom, és ugye az alsó bőrkés részét le fogom szedni. Ezt majd más ételnél föl fogom használni. Egyszerűen megfogom, és ilyen vékony csíkokat gyártok, és pont így fogok eljárni a kolozsvári szalonnánál is. Mint említettem nektek, jöhet a kolozsvári szalonna, és ugyanígy fogok eljárni, mint a füstölt csemege szalonnánál. Hát lényegében annyi egy picit itt a eltérés, hogy látjátok, ezt egy nagyon-nagyon picivel vastagabbra fogom fölvágni, és miután kisütöttük magát a füstölt szalonnának a zsírját, ugye azon a zsíron fogom ezt átpörgetni, és teljes ropogós állagra lesütni, ez nagyon fontos, és maga a kellő időbe fogom csak visszatenni az ételhez. Jöhet a hagymáknak az összedarabolása, semmi extrázis nincsen, ahogy szoktam volt mondani, és nagyon sok receptnél alkalmazom, ilyenkor is jöhet a gorombára vágás, tehát abszolút nem kell finomra vágni, lesz idő, meg fog puhulni. Jöhet a fokhagyma, abból is megmutatok egy nagyon picit, és látjátok, hát ez nem egy körözöttbe való hagyma, ott nyilván jóval finomabbra vágom. Fokhagyma, egy ripiropi technológia, és ilyen kis szeletekbe ez is hozzákerül. Ennyi az egész, jöhet a zöldhagyma, annyit fogok tenni, ugye itt az alsó-felső része mindenféleképpen hozzákerül, úgy a színekbe, mint ízeibe is jöjjenek ki a tónusok. Ilyen szeletekre fogom összevágni ezt is. El is indulhatunk, és látjátok, föltettem egy vokot a tűzhelyre. Annyit fogok tenni, hogy a füstölt szalonnát belehelyezem, és jó ropisra, körülbelül egy jó 2-3 perc alatt ki fogom sütni. Miután kisült, ki fogom szedni a szalonnát belőle, a kisült szalonnát, és dobjuk rá a kolozsvárit. Kisült a szalonnának a zsírja, és természetesen jó kis pörcös állagot kaptunk a szalonnánál, kellemesen ropésra sült. Most egy nagyon picit lehalkítom a tűzhelyet, ne égjen meg, se a zsíradék, se a szalonna, és egyszerűen egy üvegtába kifogom azokat halászni. Kihorgáztuk a szalonnákat, habár tavaly se tudtam elmenni horgászni, mert nem volt időm, de legalább itt kiélem a hajlamaimat. Na, viccen kívül kihaláztuk a csemege szalonnát, és ebbe a pillanatba hozzá fogom tenni a kolozsvári szalonnát, amit ismételten jó ropogósra le fogok sütni. Ennek körülbelül az időtartama egy olyan 5-6 perc lesz. Meg vagyunk a kolozsvárival is, és nézzétek meg, tényleg én szoktam volt mondani nektek, hogy sok szép látvány van a világon, de számomra mondjuk egy ilyen kolozsvári szalonna kisütve, nézzétek meg, hát valami csodálatos, tűzpiros,
Na, itt ismételten horgászunk egy picit, ez pár másodperc alatt megvan, és jöhet a hagymucska. Hozzátehetjük a vörös hagymát, fokhagymát. Itt körülbelül egy 3-4 percig ezt le fogom fonnyasztani egy közepes lángon, és ugye arra oda kell figyelni, hiszen a füstölt szalonnának és a kolozsvári szalonnának is igencsak megvolt a füstös és sós tartalma, tehát nem sózunk ebbe az esetbe, csak fonnyasztunk közepes lángon. Nagyon kellemesen lefonnyadt, összeesett a hagyma, tudjátok a szilveszteri effektus. Egyelőre a zöld hagymát nem teszem hozzá, mutatom mikor és miért. Jöhet viszont hozzá, visszadobjuk a füstölt csemege szalonnát, ezt a nagyon pici zsírt belelapátoljuk, hozok még egy kanalat, és körülbelül egy pupos evőkanál, nézzétek meg, édesnemes piros paprikát hozzá fogok adni, ezt egy nagyon picit el fogom keverni, teszek hozzá egy nagyon kevés tölt borsot, fekete borsot, de nyilvánvaló mindenki, amilyet szeretne, 8-10-12 tekerés, kinek mennyire jön, tökéletes, összekeverem, és hoztam ide egy jó 3 deciliter vizet, föl fogom önteni, és körülbelül fedő nélkül egy negyed órát fogom főzni. Tökéletes. Ilyenkor egy pici kakaót rá lehet csavarni egy 6-7-es fokozaton, lényegében elkezdem sűrűre visszafőzni, ez körülbelül egy olyan negyed óra maximum. Miközben a háttérben láthatjátok, visszafőzzük ezt a kis magyaros alapot, paprikás, hagymás alapot, addig a petrezselymet nagyon gyorsan össze fogom vágni, és ugye vagyunk már olyan fokozaton, hogy lassan föl is teszem a nokedlinek a vizet, tehát itt pillanatok alatt tudunk ismételten haladni. Petrezselyemnek, zöld aranynak a szárát egyszerre levágom, tudjátok, kicsi kupac, összeszedjük itt a leveleket, és elkezdem gorombára vágni, és az adott időszakban, pontosabban két adott időszakban hozzá fogom adni az ételhez. Eltelt negyed óra, és mutatom nektek ezt az állagot. Nagyon szépen elkezdett ez a hagymás szalt besűrűsödni. Ebben a helyzetben hozzáteszem a zöld hagymát, és mondtam nektek, hogy miért most, elmondom, azért, hogy nem szeretném teljesen összefonnyasztani, sőt, a színei is maradjanak meg, tehát egyetlen egy percig össze fogom főzni, és utána haladunk tovább. Ennyi volt az egész, összeforgatom, és tényleg egy 60 másodperc, nem tovább. Eltelt az a bizonyos egy perc, nézzétek meg, belemerítem a kanalat, gyönyörű, szép, sűrű tartalom, idehoztam a hűtőből a tejfölt, hoztam magammal egy kanalat, egy nagyon pici forró hagymás alapot belemerítek a tejfölbe, pár mozdulattal össze fogom keverni, és azonnal zúdítom vissza, egyetlen egy átforralás, meg kell kóstolni ebbe a helyzetben nyilvánvaló, és jöhet egy nagyon pici só még bele, ha elbírja, de mint említettem nektek, bőségesen sós volt az alapunk. Ennyi az egész, egy pici pakolás, átforgatás, és lényegében teszem is föl a nokedlinek a vizet, és nyilván meg is mutatom nektek magát itt a nokedli galuskának az elkészítését, attól függetlenül, hogy ilyen videó van már fönn. Hát így magába már nagyon jól néz ki, és egy pillanat alatt kóstolunk is egyet. Ez még egy nagyon-nagyon pici sót elbír. Rátörök egy 6-8-10 tekerést, mindjárt megkóstoljuk ismét, és lényegében akkor találkozunk, amikor a nokedlinek a vizet föltettem, és nyilván elkezdjük a tésztát összekavarni. Na, még egy kis kóstolás, tökéletes az állat. Egyetlen egy kiforralás, egy magasabb fokozaton, és azonnal itt vagyunk. Készülhet a nokedli, hát és ezzel kapcsolatban tudjátok, a legeslegegyszerűbb köret és a legfinomabb köretek egyike. Nem kell hozzá más, liszt, tojás, só, víz, kezit csókolom, semmi más, és ezt a tésztát nem is kell nagyon kidolgozni, de mindjárt mutatom. Hozzáteszek a liszthez és a tojáshoz körülbelül két ilyen csapott teáskanál sót, és természetesen itt a háttérben már föltettem a vizet,
ide is beledobtam egy jó evőkanálnyit. Hozom a vizet, a vízzel kapcsolatban jéghideg vízzel dolgozom, sose szoktam kimérni, nincs is értelme és nem is javaslom, de ebbe a receptbe nektek ezt is kimérjem, megmutatom. Körülbelül egyébként egy jó 3 deciliter vízzel kell összekeverni egy fél kiló mennyiségű lisztet, tehát, de itt is egyébként különböznek a lágy és a keményebb galuskák, vagy épp a nokedlik ki, hogy nevezi, tehát én most körülbelül egy jó 3 deciliter vizet teszek hozzá, össze fogom kavarni, és mint említettem, nem kell nagyon kidolgozni, de mindjárt mutatom is, egyszerűen elkezditek összekeverni, és pillanatok alatt meglátjátok azt az állagot, amire én szoktam elkészíteni, roppanmód egyszerű, és pillanatok alatt ki is alakul. Természetesen itt a lisztet le kell szedni az oldalágalatának, akkor lesztek kész, amikor a lisztes állag teljes mértékben eltűnik. Aki szeretne esetleg trükközni, és nem annyira szép a tojás, annak javaslok egy éppen egy késhegynyi kurkumát belekeverni. Azonnal meg is vagyunk, és nézzétek meg, ennyi volt egy nokedli, azonnal megyünk és szaggatunk. El is kezdhetjük kiszaggatni a nokedlit, semmi extrázis. Látjátok, ha belenéztek a fazékba, egy jó 90 fokos a víz, még nem is foly, de ebbe a helyzetbe már ezt el lehet kezdeni. És látjátok, leöblítettem kívül belül a szaggatót. Én nagyon szeretem ezt a típusú szaggatót, hisz pillanatok alatt majd áttolom, majd meglátjátok egy habkártyával. Tehát ha így gondoljátok, vagy használjátok a hagyományos galuska szaggatót, nincsen akkora jelentősége. Na, fogom is az edényt, és körülbelül a fele mennyiséget hozzáborítom, hozom a habkártyát, és pillanatok alatt, egy kis rendet csinálunk, és pillanatok alatt meglátjátok, egyszerűen ebből a habkártyával elkezdem áttolni, potyognak bele a nokedlik, és gyönyörű szépen meg fog főni pillanatok alatt, és itt maga a gyorsaság is számít, tehát ha úgy terveztek, hogy egy nagyon nagy mennyiségű nokedlit szaggatnátok, az ne tartson nagyon sok ideig, hiszen az eleje már szétfőne, és az utója még sehol nincs. Amit még javaslok, és nagyon fontos, hasznos, amikor megvagytok a szaggatással, ezt azonnal víz alá, hogy könnyen el tudjátok takarítani. Egyetlen egy csapkodás, Szilvikét kikerülöm, viszem a csapba, hozom a nagy kanalamat, egyetlen egy kavarantyú, nézzétek meg, ahogy fölfor, azonnal megy a paprikás alaphoz. Elkezdtük visszaforralni, fölmelegíteni a paprikás szaftunkat, és látjátok, a fazékba teljes mértékben megfőtt a nokedli. Ez azt jelenti, hogy elkezdett felforni, és körülbelül hagytam még egy jó 1-1,5 percet. Innentől kezdve teljesen jók vagyunk, jöhet a szűrés, és úgy szűrünk, hogy nem szűrünk, csak egy szűrőkanálba belehelyezem a galuskát, a nokedlit, lecsöpögtetem, és egyből teszem a jóféle kis szafthoz, amit azonnal össze fogok keverni, és most tesszük rá majd a jóféle kis kolozsvári szalonnánkat is. Az összes nokedli, mint látjátok, belekerült a szavba. Innentől már nincs olyan sok dolgunk. Egyszerűen nézzétek meg, össze fogom forgatni. Csodálatos a látvány. Hát aki evett, az tudja. És ebbe a helyzetbe hozzá fogom tenni a kolozsvári szalonnát. Épp egy nagyon picit hagyok meg csak díszítésnek. És jöhet a zöld arany. Ebből is jó, két erős csipettel jövünk és tálalunk. Lényegében ennyi volt az étel, hát ezt így frissen elkészítve érdemes tálalni, amit azonnal meg is teszünk. Elkészült a somogyi galuska, somogyi nokedli. Sokan idegesek a galuskái, egyébként nem tudom miért, mind a két név teljesen jellemző az ételre. Akár nokedli, akár galuska. Próbáljátok ki ezt az ételt, én azt mondom nektek csodálatos, és látjátok, tényleg frissen tálaltam, ha itt megkeverem, még látni gőzölök, tűz forró, és gyönyörű szép az állaga, az ízekről nem is beszélve, tényleg egy nagyon-nagyon gazdag ízvilág, hagymával, szalonnával, fokhagymával, tegyétek bele a zöld hagymát is, én azt mondom, csodálatos benne, és mindenféleképpen a kétféle szalonna is szerepeljen benne, hiszen így lesz teljes. Nem is beszélek sokat erről az ételről, hiszen láttátok, tényleg roppant egyszerű volt az elkészítés. Megmutattuk a nokedlinek is a receptjét, az is tényleg a leges-legegyszerűbb dolog. Az a lényeg, nem szabad szétfőzni,
és ha nagy mennyiséget szaggattok, és lassabban megy, akkor inkább két fordulóval tegyétek azt meg. Mindenképpen javaslom ennek az ételnek a frissen való összekeverését, tehát hogyha marad egy kis szaft előző napról, akkor másnap egy friss nokedlival kavarjátok azt össze. Fogadjátok nagy-nagy szeretettel, fogyasszátok ezt is nagyon jó egészséggel, és mindenkinek nagyon kellemes hétvégét, egy ilyen kis somogyias hétvégét kívánok. Szevasztok, jó egészséget!